Nem szeretne nyilatkozni az őt ért vádakkal kapcsolatban, ezt Turi György mondta híradónknak. Az edzőt azután hívtuk fel, hogy több egykori úszója is elmondta, milyen módszereket alkalmaz az uszodában. Legutóbb Dora Eszter Európa-bajnok beszélt arról, hogy Turi behívta a szobájába és puszilgatni kezdte a nyakát. Mivel Turi György a Magyar Úszószövetség alelnöke, kerestük Sós Csaba szövetségi kapitányt és Vladár Sándor szövetségi elnököt is, de nem reagáltak. 2018 elején készültek ezek a felvételek. Turi György a Kőér utcai úszodában edzést tart. A medence térben óriás molinókon a büszkeségek, Egerszegi Krisztina, Kovács Ági, Risztovéva, Cseh László. Arról nyilatkozott akkor Turi György, hogy a kőbányai sportklub a legjobb utánpótlás nevelő műhely. A rendszert 30 éve építették fel Kis Lászlóval. Ezt a rendszert, és ezt óvjuk, őrizzük, ezt nem engedjük ki a kezünkből, és ezzel tudunk talán a többiek elé kerülni, legalábbis utánpótlás nevelés tekintetében, hogy ez a rendszer él és működik. Most azonban mégis történt valami. Cseh László a Nemzeti Sportnak beszélt először arról, hogy Turi Györgyel már nem beszél. Annó rengeteget veszekedtek és haragszik rá, mert úgy bánt velük, ahogy nem lett volna szabad. Az interjút október elején adta a sportoló, a 24.hu-nak pedig október végén beszélt arról, hogy az edzéseken, ha nem sikerült valami, jött az ordibálás, büntetés, koki farúddal és lelki terror. Pár nappal később Kozma Dominik a kőbányai évekről a Blicknek azt nyilatkozta, volt, hogy a hajánál fogva húzta ki az edző az úszót a vízből. Kis Noémi író, aki Egerszegi Krisztina edzőtársa volt, szintén a Blicknek mondta el. Előfordult, hogy Turi egy fiút berángatott a WC-be és megverte, mert nem teljesített megfelelően. Dora Eszter Európa-bajnok úszó az Indexnek mesélt. 2008-ban a tokiói olimpián Turi behívta a szobájába, leültette az ágyra, majd elkezdte puszilgatni a nyakát. Azt is elmondta, hogy az automatikus volt, hogy Turi odament a lányokhoz, rácsapott a fenekükre és belemarkolt. Kerestük az ügyet kirobbantó Cseh Lászlót, de azt mondta, már nem akar nyilatkozni. Elértük Turi Györgyöt is, aki ma már a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke, ám ő sem akart kameránk elé állni. A sportpszichológus szerint a sportolónak joga van olyan bánásmódhoz, ami segíti a fejlődését, de nem alázza meg a személyiségét. A szakértő úgy gondolja, eljött a változás ideje, mert a korábbi edzésmódszer már nem tartható. Természetesen tartalmaz sok olyan mítoszt, ami meg már nem is igaz, hogy csak szenvedéssel, sírással, megalázással és veréssel vagy fenyegetéssel lehet eredményt elérni, ez így nem igaz. Nagyon fontos, hogy az edzőképzés is megújuljon, és az edzők azokat a módszereket használják, amelyeket nemzetközi szinten is, nemzetközi sztenderdekben is elfogadnak. Kerestük az úszószövetséget, de senkit nem értünk el.